Mindenki számára új helyzetet teremtett a koronavírus. Ezzel kezdte Nyíregyháza polgármestere az elmúlt hónapok értékelését. A veszélyhelyzet a város önkormányzatától is új munkamódszereket igényelt. Mint az Kovács Ferenc hangsúlyozta, még szorosabb együttműködésre volt szükség az egészségüggyel, a vállalkozásokkal és közvetlenül a lakossággal is. A polgármester hozzátette, a legnehezebb időszakban is biztosítani kellett a közfeladatok folytonosságát, amit összefogással és szakmai rátermettséggel sikerült kivitelezni. Biztosítani azt, hogy az élet ebben a nehéz időszakban is a lehető legkisebb sérelem nélkül folytatódjon az embereknek, de a városnak is, tehát működjön a tömegközlekedés, minden tudjunk biztosítani. Ez hát olyan feladatokat adott, amik korábban nem voltak. Ezért egy operatív munkacsoportot hoztunk létre, amely itt ebben a teremben nem egy hétvégén, szombaton, vasárnap is dolgozott, és hát ugye igyekeztünk a legarányosabb intézkedéseket a leggyorsabban meghozni. Nyíregyháza polgármesterének az elmúlt hónapokban egyedi joggyakorlási lehetőségei voltak, ez idő alatt pedig 27 esetben közgyűlési, 56 esetben bizottsági, 34 esetben pedig veszélyhelyzettel kapcsolatos hatáskörben hozhatott döntést egy személyben. Kovács Ferenc elmondta, a soron következő városi közgyűlés során újra tárgyalják az önkormányzat aktuális költségvetését. Az anyagi stabilitás azonban a járványhelyzetben is biztosította a fejlesztések kivitelezését. Jelenleg 3 körforgalom épül a városban, azért az aranykorban sem volt ilyen. Épül már a Kállai Kúri elkészült a Szimbád, a színház mellett megkezdtük a Bence út Bessényei tér felújítását. A tavalyról átcsúszott utolsó orvosi óvodánk felújítása is folyamatban van. A csapadékvíz programunk következő fontos szakasza, a Nyulastói csatorna szintén épül. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tudtunk folytatni, megvalósítani, és minden mellett nagyon komoly tervező, előkészítő munka folyik. Az operatív munkacsoport vezetői tisztségét Kása Brigitta aljegyző töltötte be a veszélyhelyzet ideje alatt, aki hangsúlyozta, a járvány lassítása érdekében napi szinten a lehető leggyorsabban kellett leképezni a központi operatív törzs rendelkezéseit. Mint mondta, a munkacsoport kiemelt fontossággal kezelte a szociálisan rászorulók ellátását és támogatását, így át kellett szervezni a gyermekétkeztetés és az idősek gondozásának rendszerét is. Kása Brigitta hozzátette, a járványhelyzet legnagyobb feladata a lakosság védelme volt, így a város egészségügyi ellátórendszerére hárult a legnehezebb feladat. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy az egészségügyi szolgáltatások működjenek. Ugye az önkormányzat az alapellátást működteti. Nyíregyházán számok is azt mutatják, hogy biztosított volt mindenki számára a házi orvosi ellátás elérése és a fogorvosi ellátás elérése is. Az országban egyedülálló módon szerveztük meg azt a sürgősségi fogorvosi ellátást, amelyet az alapellátási igazgatóságon lehetett igénybe venni a lakosoknak, és igénybe is vették, ahogy láttuk. És köszönöm minden fogorvosnak, minden orvosnak és egészségügyi dolgozónak azt a munkát, amelyet ebben az időszakban végeztek. Ugyan a nyíregyházi operatív munkacsoport a veszélyhelyzet megszűnésével nem az eddigi formában végzi tevékenységét. Kása Brigitta hangsúlyozta, a vírus továbbra sem tűnt el, így lesznek még további feladatok. Hozzátette, az elmúlt időszak bevált gyakorlatait a jövőben az esetleges második hullám során is tudják majd hasznosítani, a nyár folyamán pedig a lakossággal való folyamatos kapcsolattartást kell fenntartania az önkormányzatnak.